Hiány van a tapasztalt jelnyelvi tolmácsokból hazánkban, és sokszor ütköznek problémákba munkájuk során. Egy kommunikációs szintű jelnyelvtudást akár Nyíregyházán is el lehet sajátítani, de OK és tolmácsképzést jelenleg még csak a fővárosban indítanak nagyon fontos, hogy nagyon jó színvonalú tolmácsképzést kapnak. Én a Siketek és a Holokországos Szövetségének képzéséről tudok és merek bátran beszélni. Egy nagyon megbízható alaptudást kap mindenki, aki ezt az OK és 1100 órás képzést elvégzi Budapesten. Ettől függetlenül vannak olyan területek, amihez gyakorlat nélkül különböző terepgyakorlat, időben eltelt gyakorlat nélkül, viszont nem biztos, hogy megbízhatóan hozzá lehet nyúlni. A jelnyelvi tolmács 35 perc című műsorunkban elmondta, hogy a halló közösség továbbra is nehezen fogadja el a jelnyelvi tolmácsolást értékes nyelvként, annak ellenére, hogy az országgyűlés 2009-ben törvénybe iktatta a magyar jelnyelv nyelvként való használatát. A digitalizáció előretörése nagyban hozzájárult a siketek életének megkönnyítéséhez. I már negyedik éve működik egy videó alapú alkalmazás, amin keresztül szakképzett tolmácsok segítenek a nap 24 órájában. Ez azt jelenti, hogy reggel 8 és este 8 között folyamatosan elérhető, este 8 és reggel 8 között, illetőleg hétvégén ügyeleti sürgősségi hívásokra van beállítva ez a szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy a hallássérültek számára a sinosz, tagok számára ingyenesen elérhető egy applikáció segítségével, és folyamatosan biztosított számukra a szolgáltatás csupán internet szükséges hozzá. Nemeter Szabó Jedikó hangsúlyozta, az OK és jelnyelvi képzés nem ad nyelvvizsgabizonyítványt, jól lehet bizonyos képzéseknél pluszpontként számítják be a felvételi során.